Sándor vagyok, ez pedig a Szabós Lifestyle. És ebben a videóban egy keserű Onesto gumilövedékes puskát fogok nektek bemutatni. Ez a puska egy a keserű művek által gyártott korábbi gumilövedékes pisztolyból lett kifejlesztve, ha mondhatom így. Gyakorlatilag az egy ilyen szerintem Boomsley, Boomfordi pisztoly volt, viszont brutális ereje volt, és a puska az megkapta annak a gumilövedékes pisztolynak az előnyeit, viszont a hátrányai azok így nem látszanak rajta, leginkább optikailag, hogyha így lefogom, akkor olyan, mintha bele lenne építve a puskába, tehát vagy pedig a pisztoly köré építettek egy puskát. Keserű Onesto pisztolynak nem túl szép, puskának viszont kurva jól néz ki. Egy igazi western hangulatú puska. Szerintem minden szituációban használható otthonvédelemre. Aki szereti az ilyen hangulatosabb eszközöket, vagy köti némi nosztalgia ez a western világhoz, az mindenképp vásároljon egy ilyet. Négy darab gumigolyó megy bele a tárba, és négy darab riasztó töltény, vagy patron kell ide hátra, ami ugye ahhoz kell, hogy kilője ezt a gumigolyót. A tárat azt úgy tudod kivenni, hogy van itt ez a pöcök, ezt meghúzod, és akkor így már is szépen csodálatosan ki tudod venni. Ott van benne a hatalmas Boomsley golyó, és ami még nem elhanyagolható a feliratkozás mellett, az maga a gumilövedék mérete. Ugyanis gumilövedékes pisztoly, gumilövedékes puska, gumilövedékes pisztoly, gumilövedékes puska. És itt vannak a patronok. Na most azt szerintem te felejtsd el, hogy egy önvédelmi szituációban majd újra tárazol. Lássuk, mik a hátrányai. Az első hátránya az az, hogyha mondjuk ez a négy lövés, ami azért a legtöbb önvédelmi szituációra elég kellene, hogy legyen, de tegyük fel, hogy nem elég. Akkor te ott nem fogsz tudni tárat cserélni, mert egyrészt maga a tárnak a visszaillesztése sem egy egyszerű munka. Tehát lehet, hogy én vagyok túl béna, és ezt még gyakorolnom kell, de ezt így felejtsd el, mert erre közben nem leszel képes. Illetve, aki ezt úgymond biztos háttérrel szeretné használni, tehát hogy ne csak négy lövése legyen, hanem több, az nyugodtan szerintem vásároljon hozzá még plusz tárat, biztos, hogy lehet vásárolni a keserűnél, és akkor azt szépen előre tárazza be. A másik probléma szintén a tárazásnál, hogy ezeket a gumigolyókat totál be kell nyomkodni ott, és hát ez nem minden esetben sikerül. Tehát az alap, hogy bekened a gumigolyót szilikonnal, de még akkor is nehézkes. És ha viszont bekened a töltényűrt is, és mondjuk túlságosan bekened, akkor itt hátul, ezen a kis furaton, ami nem biztos, hogy látszik, ki fog jönni a szilikon, és nem fogod tudni berakni a patront, mert hogy ez ki fogja nyomni, hát patron pedig kellene bele ahhoz, hogy te lőni tudjál. A tár visszatételt pedig gyakorlással valószínűleg lehet gyakorolni, és lehet hatékonyabbá tenni. A másik, ami ebben a fegyverben nem tetszik, az a kidolgozatlansága. Tehát csinálnak egy ilyen tök fasza puskát, megcsinálják nagy részét a munkának, és tulajdonképpen az aprólékos finom hangolást nem végzik el. És tehát egy puska az
szerintem legyen szép. És ez jól is néz ki, viszont a tús az olyan, mintha sóriás lenne, vagy ilyen... Nézzétek! Tehát nincs úgy finomra hangolva. Olyan... Olyan dörzs is az egész. Tehát, hát nem tudom végül is, ne horgolt pulóverbe használd, mert ki fogja szedni a szálakat. A hármas, ami nem tetszik ebben a fegyverben, hogy ide tehettek volna egy weaversint, mert hogy szerintem egy red dottal tök hatékonyan lehetne, épületen belül is célra tartva használni, és így nem igazán tudsz rá, max valahogy rákókányolsz valamilyen red dotot. Illetve szerintem egy puskánál tök alap lenne, hogy legyen rajta valami lámpatartó szerkezet, mert hogy pisztolynál még meg tudod oldani azt, hogy valahogy lámpázol, vagy valami, de mondjuk, hogyha vizsgálsz át egy sötét épületet, mondjuk egy hangárt, vagy egy pincét, vagy mondjuk a kertedet, akkor tök jó lenne, lenne rajta valami zseblámpa, amit így tudnál közben használni. Ez igencsak hasznos lenne. A következő, ami ebben a puskában nem annyira tetszik, az, hogy a fogása más puskákhoz képest kevésbé biztosít egy ilyen kézreálló érzést. Mert hogy nagyjából olyan, mintha a pisztolyhoz tettek volna még egy tust, mindenféle gondolkodás nélkül, de mindegy, nem is érdekes. Tus, ez csak így hozzá lett rakva a markolathoz. Tehát, ha te fogod, akkor így bumszli, pedig elég nagy kezem van, de valahogy így lenne a kényelmes. De igazából, hogy ezt a puskát faszán átfogd, így kéne fogni, tehát a markolatnak nem így lefele kellene menni, mint egy pisztolynak, hanem egy kicsit más dőlésszögbe, és akkor már is kényelmesebb lenne a fogása. Mert fönt fogni nem tudod, hiszen ugye a kakas az lehet, hogy sérülést okozhat, úgyhogy ezzel meg kell barátkozni, de mondjuk azt, hogy szokás kérdése. Ezen kívül nincs olyan, amit ebben a puskában kritizálni tudnék. A jó tulajdonságai, az első a brutális ereje, ez a 100-120 joule, ez kurva jó. A másik, hogy nagyon jól néz ki. Tényleg, nekem ez tök jó. Tetszik benne, hogy egy kicsit kompaktabb, és mégis puska. A csöve az 39 cm. Nagyon tetszik még az, hogy nem nagy a súlya, mégis azért érződik, hogy van benne anyag, de mégsem egy ilyen monstrum. Viszont már szerintem a puskatussal is lehet azért ütéseket bevinni. Épületbe ez egy teljesen jó megoldás lehet, de talán még udvarra is. A távoli lövések tekintetében a teszten úgy vettem észre, hogy olyan, mint hogyha egy kicsit felfelé csavarná a gumilövedéket,